A Magyar Agrárium legjelentősebb és legismertebb szakmai eseménye minden évben az Agromas Expo és Agrárgép Show. A rendezvény beharangozó sajtótájékoztatóján az is kiderült, hogy közel 350 kiállító vonultatja majd fel termékeit, szolgáltatásait január 22-e és 25-e között 4 napon át. A látogatók nem csak a legújabb mezőgazdasági gépekkel, technológiákkal ismerkedhetnek meg, hanem képet kaphatnak azokról az innovációkról, szolgáltatásokról, inputanyagokról, amelyekkel sikeresebbé tehetik gazdaságukat. Az Agrárminisztérium kiemelt jelentőségűnek tekinti a kiállítást. Kifejezetten fontos számunkra, hogy a mezőgazdasági termelők számára milyen gépek, technológiák, inputanyagok vannak forgalomban, ezeket a legjobb, legkorszerűbb módon itt tudják megnézni lényegében, úgyhogy emiatt tartjuk kifejezetten üdvözlendőnek, hogy itt van mód és lehetőség mezőgazdaság termelőként nem termelési szezonban lényegében a legjobb, legkorszerűbb technológiákat élőben megnézni, kipróbálni adott esetben. Nagyon fontos az, hogy egyre többet beszélünk a precíziós gazdálkodásról, és azt hiszem, hogy ez a kiállítás is teljes egészében föl fogja ölelni ezt a témakört. Számunkra nagyon fontos ez a kérdés, és örülünk neki, hogyha ez az elmúlt néhány évben a mezőgazdasági termelők közbeszédébe teljes mértékben beépült téma, itt konkrét módon jelenne meg konkrét cégek, konkrét forgalmazók technológiájában, gépeiben és okos megoldásaiban, mert a gazdálkodóink számára tudatosabbá kell tenni, hogy nem elég a technológia megvétele, hanem remélhetőleg itt a forgalmazóktól is azt az inputot megkapják, hogy kezdj el most adatot gyűjteni, ahhoz, hogy a következő néhány évben az így összegyűjtött adatok révén tudj még hatékonyabban, még jobban termelni. A kormányzat jelenleg kamat és leasingdíj támogatásokkal segíti a gazdálkodók beruházásait, gépbeszerzéseit. Ehhez persze szükség van a bankok közreműködésére is. Nem véletlen, hogy az Agromas Expo és Agrárgép Show kiemelt partnere 2020-ban a Takarékbank Agrárcentrum. Nagyon sok agrárügyfelünk van, magasabb az átlagunk, mint a bankszektorban, ezért agrárüzletág létrehozása mellett döntöttünk. Ugye 6 régióban 200 kollega fogja az agráriummal foglalkozó és az agráriummal dolgozó ügyfeleket kiszolgálni, és teljesen ennek egyenes következménye, hogy az Agromas Expo Magyarország legnagyobb agrárgép kiállítása, mint főtámogatóként, mint szakmai partnerként, mint kiállítóként a saját ügyfeleinket és a leendő ügyfeleinket szeretnénk vendégül látni. Jó üzlet a mezőgazdaságot finanszírozni? Jó évei vannak a mezőgazdaságnak. Látszik, hogy a gazdák is jobb kondícióban vannak, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Kereslet van a világban a termékeikre, élelmiszer fogyasztásunk bővül, illetve egyre sokszínűbb, és a mezőgazdasági termelők is igénylik azt, hogy finanszírozóként ott álljunk mellettük. A sajtótájékoztató arra is alkalmat adott, hogy kihirdessék a kiállításhoz kapcsolódó termékfejlesztési díjpályázat eredményét. A díjak ünnepélyes átadása az Agromas Expon lesz majd. A 36 pályázó közül 3-at nagy díjjal, 9-et pedig külön díjjal ismertek el. Milyen szempontok alapján zajlott a zsűrizés, Laci? A zsűrizés értékelése leginkább az újdonságtartalom alapján zajlik, azon kívül, hogy milyen hatással van a gazdaságra, a környezetvédelemet is, ami ma nagyon fontos kérdés, figyelembe vesszük, illetve magának a terméknek a kivitele, hogyan használható, milyen a kivitele a gazdálkodó számára. A hazai nagydíjat a BPV Hungária Kft. Kapta dinamikus tömegbecslő rendszeréért, amellyel folyamatosan nyomon követhető a pótkocsik összes és hasznos terhelése is. 2 nemzetközi nagydíjat ítéltek oda. Az egyiket az Axial Kft. Által forgalmazott 6. generációs Fendt 900 Vario traktorszéria kapta, a másikat a Kite Zrt. Által forgalmazott John Deere 8L sorozatú traktorok érdemelték ki. A 9 külön díjas között is vannak figyelemre méltó innovációk, mint például a Fliegl hevederes átrakó kocsija, ami már Hannoverben az agritechnikán is sikert aratott a látogatók körében, és hamarosan Budapesten is látható lesz. Az Agromas Expónak és Agrárgépsónak is otthont adó Vásárvárosban a Hung Expón jelenleg jelentős fejlesztések, átalakítások zajlanak, de a szervezők ígérik, hogy ennek ellenére a látogatók a megszokott magas színvonalat tapasztalhatják majd a rendezvény lebonyolításában is. Arra azonban felhívták a figyelmet, hogy a belépőt érdemes az interneten, a kiállítás honlapján előre megvásárolni.
itt kedvezményesebb áron tud jegyet vásárolni, így el is tudja kerülni a helyszínen a sorban állást, illetve akinek meghívója van, azt is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a honlapon tudja érvényesíteni előre a meghívóját, így a helyszínen csak egy csippantás után be tud lépni a területre. A beléptetés is most nem a megszokott helyeken fog történni, miért is? Így van, egyrészt az egyes fogadócsarnokunkat már lebontották, a helyén éppen egy építési terület van, úgyhogy itt is egy ideiglenes beléptetési pontot kell létrehoznunk. A másik oldalon pedig egy 10 négyzetméternyi sátrat építünk a hármas fogadócsarnok köré. A beléptetési pontok is a sátrakon keresztül fognak megvalósulni, a hármas fogadóban pedig kiállítók várják majd a látogatókat. Óriási változás lesz majd 2 év múlva itt a Hung Expo kiállítási területen. 2021 nyarára őszére készül el a vásárközpont rekonstrukciója. 2 új pavilon épül, egy 6000 és egy 9000 négyzetméteres, illetve a C pavilonból konferencia központot alakítunk ki, 2000 négyzetméteres plenáris teremmel, rengeteg szekcióteremmel és nagyon modern Európa élvonalába tartozó technológiai megoldásokkal.